A 2018-as év a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres volt Apagyon. A terület és település fejlesztési operatív program a község beruházásait is nagyban segítette. Energetikai fejlesztés valósult meg a polgármesteri hivatal, az idősek otthona és az orvosi rendelő épületében. A felújításnak köszönhetően nyílászárókat cseréltek, külső hőszigetelés történt, korszerűsödött a fűtési rendszer és napelemek kerültek az épületekre. Ennek az értéke 139 millió forint. Ezen túlmenően pedig helyi gazdaságfejlesztési program keretében építettünk egy kis hűtőházat manipulálóval. Itt is a önkormányzat által megtermelt termékeknek a tárolására, illetve lehetőség van az, hogy bárki a mezőgazdasági termékét bérleti formában elhelyezhesse ebbe az épületben. Ezen túlmenően is vannak még kisebb beruházásaink, amit saját forrásból elkezdtünk egy helyi piacnak a megépítését. Saját forrásból a sportpálya mellett egy kondiparkot is épített az apagyi önkormányzat. A TOP pályázati forrásából további 339 millió forintot nyert a település ipari terület fejlesztésére. Ennek a közbeszerzési eljárásai már elindultak. Ez a jövőben a munkahelyteremtést is elősegíti majd. A megyei önkormányzat gesztorságában Apagy is része egy turisztikai projektnek. Ennek köszönhetően 106 millió forintból fejlődhet a helyi kenderáztató horgásztó. Egy LIDER pályázatot is beadott az önkormányzat. A polgármester úgy véli, ez is pozitív elbírálást kap majd. Egy szabadtéri központot szeretnének létrehozni a település központjában. A tankerület beruházásában az Apagy Izrényi Ilona általános iskola is megújult. 39 millió forintos összegből nyílászárókat cseréltek. Korszerűsítették a fűtési rendszert és a tornaterem padlóját újították fel. 800-900 millió forintot elér, és én mondom, egy ilyen nagyságrendű település életében ez egy óriási fejlesztési lehetőség. És hát úgy mondom, olyan célokra sikerült felhasználni, ami később bevételi forrás is lehet az önkormányzat részére, mindamellett, hogy egy olyan vagyonnal gyarapodott, ami nem csak forgalomképtelen, hanem forgalomképes vagyontárgyakkal is, egy olyan közel 400 millió forintos nagyságrendben. Apagy lakosságának száma az utóbbi három évben közel 200 fővel növekedett. A nullától három éves korúak létszáma a 72 főt éri el jelenleg, a korábbi 40-nel szemben. Ezért a település a jövőben a bölcsőde programba is csatlakozna, és a meglévő intézmény bővítésére pályáznak majd. Kis István hozzátette, az a fiatal réteg, akire hosszabb távon is tudnak számítani, az elmúlt időszakban egyre jobb közösségé formálódott. A helyi vállalkozásoknak köszönhetően egyre több ember tudnak foglalkoztatni, és a megye székhely közelsége is segít abban, hogy helyben tartsák a fiatalokat.